Vizek és mesterségek. Ezzel a címmel ünnepelte a 23. vízvilágnapját a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat. A rendezvényen ismeretterjesztő és tudományos előadásokkal hívták fel a szakemberek a víz fontosságára a figyelmet. Most itt a megyeházán a vízügyi igazgatósággal együtt tartjuk ezt a rendezvényt, amelyről szeretnénk felhívni a víz jelentőségére a figyelmet. És hogyha egy párhuzamot fel lehet állítani, akkor mindenképpen megemlíteném azt, hogy a föld népességének az alakulása az ugye elég megdöbbentő ütembe növekszik, és 10 000 ember öltő kellett ahhoz, hogy az 1 milliárdot elérje, majd lényegében 45 után egy ember öltő alatt elértük azt, hogy most már több mint 7 milliárdan lakunk a Földön, és hogy kapcsolódik ez a vízhez, illetve a víz felhasználás. Az csak úgy, hogy ennek az ütemnek a kétszeresével nőtt a vízfelhasználás az utóbbi 100 évben. A föld 3/4 ugyan víz borítja, azonban ennek mindössze 1%-a az édesvízi készlet. Az előrejelzések alapján 2050-re a föld lakosságának több mint 1/3 nem jut majd ivóvízhez. A Feti Vízik igazgatója a rendezvényen elmondta, az ország más területein a túl sok víz, míg térségünkben a vízhiány kezelése jelent kihívást a szakemberek számára. Szokatlan jelenségnek vagyunk a tanúi itt a Felső-Tisza vidékén. Az elmúlt 2 évben nagyon komoly vízhiány jelentkezett a térségünkben, hazánk más területeivel ellentétben. Még másutt a belvizeket szivattyúzták, addig itt gyakorlatilag a talajvizek is soha nem látott mélységbe jutottak, tározók száradtak ki, úgyhogy az igazgatóságunk elkészítette azt a tervet, ami a vízpótlásra és a víz visszatartásra vonatkozik. A vízgazdálkodási intézkedéseket a Nemzeti Vízstratégia keretében a Kvassai Jenőterv határozza meg, amely megyénkre vonatkozó összetett stratégiáját is ismertették a konferencián. Azt a vizet, amit eddig elvezettünk, azt tartsuk vissza, és a visszatartás önmaga egyszerre szolgálja a vízkárelhárítást és a vízhasznosítást. Tehát csípjük le az árhullámoknak a tetejét, ezt a vizet félretéve száraz időszakban lehessen használni. Ennek érdekében egy nagy tömegű tározó építés van előirányozva, de hogy a dolognak ne csak a hidrotechnikai részét, tehát a vízmérnöki részét nézzük, nagyon fontos célja, célként van a Kvassai termen kitűzve az, hogy agrotechnikával és egyéb civil eszközökkel is minél jobban tartsuk vissza a vizet. A terv részeként már az idei évtől használják azokat a zsilipeket, amelyekkel vizet lehet visszatartani, és a tavaszi árhullámokból sikerült több tározót is feltölteni, valamint a 2 éve szárazon álló rétközi tó is új életre kelt a Tisza vizéből.